Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a Gas Station Simulator következő epizódjában. Múltkor ott hagytuk abban, hogy volt itt egy kis kavarodás a vásárolt termékekkel kapcsolatban, és igazándiból utána rögtön eszembe jutott, hogy ugye megfelelő polcok, megfelelő termékek... azt ő ingyen elviszi? Jó. Tehát már itt úgy kezdem, hogy egyből elcseszem. Szóval megfelelő polcok megfelelő termékekhez vannak rendelve. Kapott egyet ingyen. Ja, és még ő csak úgy... Aha, jó, hát akkor köszönöm szépen a kedvességed. Szóval megfelelő polcok, megfelelő termékekhez vannak rendelve, és ugye polcok, én rendeltem alkoholt, tehát kéne venni ugye egy ilyen alkoholos állványt, meg egy cigarettásat, és igazándiból egy picit veszünk, meg egy kis alkohol állványt, jó? És közben tankolunk is, mert itt áll a kuncsaft. Na, szóval rossz helyre próbáltam a megrendelt árut fölpakolni, és így azért nem működött a dolog. Nem is dekoráció polc, igen. Na, szóval kis alkohol állvány. Igazándiból én szerintem ezt ide rakhatjuk egyből a ajtó mellé, hogyha egy kicsit gyorsabban forogna, az még jobb lenne, de nem, ide rakjuk a sarokba, jó? Tehát ide berakjuk így a sarokba, tehát aki alkoholt akar venni, az majd itt talál magának, nagyjából így. És ugye itt így van hely. Ugye van 19-ünk, tehát kirakjuk az összeset, és akkor már is működik a dolog, ott van alkohol. És van mellé még ugye nekünk egy olyanunk, hogy cigaretta állvány. Ezt föl lehet pakolni a falra, hát ott mondjuk elég hülyén fog kinézni, de mondjuk ide például egyelőre kezdésnek jó, és ugyancsak rámegyünk, és akkor így kirakta, több nincs is, jól van. Tehát itt ugye én múltkor próbáltam ide kirakni a dolgokat, de nem sikerült, mert itt erre a polcra ugye nem volt semmi ez ilyen, tehát itt nem írja, hogy ez milyen snackes vagy hűtőpult, vagy én nem is tudom, viszont a piát azt ugye már is engedi odarakni. Ez pedig a snackek, tehát itt el is vitték az összes snacket, úgyhogy gyakorlatilag lefogyott az egész. Nem ezt akartam, hanem ezt. Na, kicsit lemossuk a dzsuvát róla, és akkor mehet a eladás gyakorlatilag. Ennyi is volt, köszönjük szépen. Itt a következő kuncsaft. Úgyhogy semmi baj nem volt itt a raktárral, én voltam a alfasz. Na, ennyit erről. És akkor mehet a tankolás. Egyébként 67%-on jár az elégedettség velem kapcsolatban, vagyis hát a bolttal kapcsolatban. És... picit túltoltuk neki. Egy picikét úgy érzem, hogy... egy hal. Mit keres itt egy hal? Egy picikét úgy érzem, hogy a lóvéval nem állunk nagyon jól. Nem tudom, hogy söpörni kell-e. Igen, egy pici van. Hagytak itt mindenféle újranyomatot. Oké. Tisztaság az teljesen fullos. Jó, és akkor ugye most azt akarja, hogy vegyük meg a WC-t, de... Vásárolj egy WC-t számítógépre, nem tudom mennyi van. Egyáltalán például benzinünk mennyi van, mert pénzen rohadtul nem jól állunk. Szállítás, üzemanyag, 74 liter. Tehát most én vehetek WC-t, de... és még ez a parkolásnál van. Parkolás, WC, alap WC, 150, na jó, annyi belefér. Köszönjük szépen, van most már budi, lehet takarítani. Így van. Ja, jó, persze először. Na jó, most már vitessük el a szemetet, mert olyan szinten tele van, hogy ez nem igaz. Szállítás. Nem, szolgáltatás, személygyűjtés. Jó, megrendeltük. Most már erre is ki tudunk menni, amúgy átpakoltuk. Jó. Nagyon jó. Eléggé redvás ez a budi. Ki kell innen dobni mindent. Még ez a felmosóvizet nem biztos, hogy ki kellett volna, de törött cserép, marha jó. Szépen eldobáltak itt gyakorlatilag mindent.
Ez is kuka. Ó, a hülye gyerek megint itt baszkódik. És nem tudok mit hozzádobni. Ez már megint trollkodik itt nekem. Hol van? Jobban meg kéne tanulnom dobni. Húzzál innen, öcsém. Be foglak hajítani oda a homokos verembe, azt rádlapkor rakok egy izét. Pótkocsinyi homokot. Aztán viszont látás lesz szám neked. Na jó van, nem bántjuk a helyi hülyét. Viszont ezt nem tudom, hogy arra nem lehet menni. Itt egyébként ez hogy lehetne még kitakarítani, vagy... Mert ez így oké, hogy van kézmosási lehetőség, de ez még nem... Tisztítsa meg a WC-t a seprű segítségével. Ja, hogy... aha, tehát ilyen dzsúvás. Jó. Növeljük egyes szintre a besorolást. Oké. Okay. Az egyébként nem WC, az csak kézmosó egyelőre, tehát elmehettek kezet most, én a budit nem látom. Vagy ott hátul lenne a... Neked is legyen szép napod. Hátul lenne, ahol be lehet... Ezt egyébként mi nem lehet simán csak letakarítani. Na, és közben pedig ugye millió egy dologgal kellene még foglalkozni. Mert kéne itt a szemetet szedni, hátul raktárba rendet kéne rakni, kéne anyagot rend, de most már a WC-t is takarítani kell. Megjelent bal felül a csík. Jó, rendeljünk benzint, mert szerintem kb. Mindjárt lefogy. Tudunk, hát 100-at tudunk rendelni. 195 dollár. Ennyi volt a pénz! Éjfogyott, a végén még tényleg föl kell vennünk hitelt. Hihetetlen. Reméljük a warehouse nem rabolja ki senki. Mondjuk zárva van. Roof painting. Jaj, közben meg a hülye gyerek itt összefestette nekem a izét. Aj. Dennis. Dennis, te idióta. Ja, és most ráadásul nem is zöld, mint az előzőek. Hanem fehér. Jó. Akkor... nyomja meg a színválasztáshoz. Azt hiszem, talán ez volt, ugye? Legalább legyen már egy forma. Nagyjából. Egyébként rohadtul nem állunk anyagilag jól. Jó, ezt megint összekente, nagyon jó. Ez akkor lesz lefestve az épület, hogyha Dennis jön és össze fog mindent grafitizni, és át fogom festeni az összeset, na jó, nem. Picit adunk a festésnek, hogy legalább valami egységes színe legyen a dolgoknak, de nem igazán állunk jól a dolgokkal, tehát olyan szinten el vagyunk ugye veszve. Remélem máshol nem rajzolt pöcsöket meg ilyeneket, mert nem hiányzik. Jó, itt senki nincs, benzint tudunk adni, még azt a keveset, ami van. Várja meg az is, 64 liter van még. Feladat teljesítve. Népszerűségi szint, 2. szint! Köszönjük szépen! És most akkor mi van? Dust Bowl, az mi ott egyébként? Gyönyörű, ezt itt össze lehetne állítani, vagy ezt megkaptuk, hogy most már üzemanyag a kettő, vagy ott van a kút mellett, igen. Megjött, oké, okay, szevasz csávó, köszi, kösz, rendben, itt vagyok, nyitom, már nyitom. Oké, okay. Vásároljon műhelyt a PC főmenüjéből, most már műhelyt is kéne venni. Úristen, de miből? Tehát így, kösz egyébként, hogy hogy vegyek mindent, de így bevétel az nem kéne hozzá esetleg? Vagy én nem tudom, tehát... És nem is tudom, hogy mire éri meg rá menni, mert alapvetően a benzin az jó biznisz, tehát azon jót keresek. Viszont ezen a bolton nem tudom, hogy igazándiból bolcok, tehát... Itt tudok venni ugye, de például nem is tudom, árat nem nagyon lehet beállítani, fejlesztések, műhely. Jó, hát még a izéval sem boldogulok a dolgokkal, úgyhogy még ugye ott is el kéne hordani a homokot, és akkor a következő szintet
vagy a következő parkolót megnyitni, de hát arra sincsen pénzem, úgyhogy... Na, ez legalább sokat tankol, az is valami. Mindig space-t akarok nyomni a bal klik helyett, nem is értem. Nincsen chips, tudom, hogy nincsen chips, hát csomó minden nincsen. Nincsen rá pénzem. Az a baj, hogy lehet, hogy föl kéne mennem a hitelt. Na, cigaretta legalább van. Pedig muszáj lesz rendelni dolgokat, mert egyébként meg nem lesz pénz, tehát... Tudom, hogy ez nem tűnik soknak, ami innen jön. Na, végre valaki vett egy doboz cigit. Tehát ez tudom, hogy csak 7 dolcsi, de... Akkor is. Bevétel. Jó, most egyfajta cigi van, figyelj, cigi meg sör van a két legfontosabb, úgyhogy akkor legyen az elég, oké? Okay? Na, viszont tudunk rendelni termékeket. Most van benzin egy kevés. Rendeljünk... Ugye alkohol meg cigi van, rendeljünk alkoholmentes italból. Mit tudom én, ebből legyen ez, legyen két fajta, jó? Még legyen ilyen is, oké. Okay. Snackből legyen, chips azt mindig szeretik, meg legyen ez, jó? És ez összesen akkor kosár, hát éppen hogy ki tudom fizetni. Balklik, nem shift. Kell a borra való egyébként, mert olyan szinten csauringerek vagyunk, hogy ez olyan hihetetlen. Na, WC. Ó, még nem cseszték össze. Na, viszont a kukát azt kiürítjük, jó? Mert mind a kettő majdnem fullon volt, úgyhogy legalább ez legyen már tiszta. Jó. Lassan megjön egyébként a áru is, 100 méter, jó. Vásárló nincs, benzin nincs, és megyünk a raktárba. Kinyitjuk a Chavez-nek az ajtót. Még egyébként ezt is még ki kéne jobban takarítani, mert egyelőre ugye itt olyan szemét halom van mindenféle csuvával, hogy nem is nagyon férek oda a raktárhoz. Ezek a szemete, vagy nem is tudom milyen zsákok ezek. Persze. Vagy valami redvás párna. Nem. Na nézzük. Semmit nem ér, csak felvétel. Szevasz Chavez, állj be nyugodtan! Azaz, még egy kicsit, még egy kicsit, még egy kicsit, még egy kicsit, még. Remélem, hogy fölfér a polcokra a cucc. Köszi szépen! Ezt is kinyitjuk. És akkor... Egyébként van itt még áru bent, tehát... elhelyezés. Aha, jó. Fullon vagyunk. Nem van még? Igazándiból még van mit fölpakolni a polcokra, csak meg kéne nézni, hogy mi az, amilyen polc kéne. Nem is tudom, hogy itt a számítógép végül működik. Na, tehát a raktárban több információ. Jégkrém nincs. Alkohol mentes van, azt most rendeltem. Snack most rendeltem. Alkohol, cigi, autó, nem. Puhajáték, játék, sütemény. 120 per 200, akkor viszont mi a 120 per 200? Becsuktam be. Az a összes izé? Összes dolog, amit tudok egyszerre tárolni? Na, jó napot kívánok! Ezt mindig pucolni kell, vagy csak a napsüti, de nem is tudom. Na végre, sör meg cigi? Hm? Nem, csak sör. Affó, mi bajod van? Sokat kellett várni. Na, tehát, akkor erre a polcra kimehet 20. Jól van. 30. Jó, tele van pakolva. Na jó, nem tele, de... Nem mondom, hogy óriási választék, de legalább van kétfajta üdítő, meg van kétfajta rákcsa. Tehát aki akar, az valamit most már tud venni. És kezdünk bepörögni, vagy kezdünk hozzá idomulni a játékhoz, kezdünk felpörögni, mert végre egyre több mindent tudunk csinálni. Ilyenkor például egyébként tök jó lenne látni, jó, még 100 liter van benne, jó. Vevő. Az elején egyébként valamennyi lóvé jött a vásárlásból, ugye, mert feltöltötték nekünk egyszer ezt a bodegát, de most nem tud használni. De összességében ugye magunknak kéne tölteni,
És azon gondolkozok még, hogy ugye a többi fajta, tehát ugye, hogyha megnézzük a polcoknál, ugye van alkoholmentesítő a snack, még jégkrémet lehetne, de a jégkrémhez ugye kellene venni polcot, ilyet, kicsi fagylalt, az 2,29, az sok. Most nekem. És egyébként azt is fel kéne oldani a... Hol is vagyunk? Fejlesztések. Parkoló. A másikat. Az 500-ba kerül. Tehát most ugye el lehet dönteni, hogy mit akarunk csinálni. Még több termék legyen a polcokon. Nem szemetelünk az én boltomban. Ott a kuka. Tehát így nem is értem. Tehát onnantól odáig nehéz lett volna elmenni. Hát, hogy nehéz lett volna elmenni. Sőt, még bele is tudtátok volna dobni egy csin. Na. Gyerünk. Egy sör, ennyi? Vicceltek velem? Legalább vegyetek egy rákcsát, kettőt. Ó, azt eldobtam. Bocs, igen, ezt én basztam el, bocsánat. Szóval legalább egy cigit, egy sört, egy rákcsát, meg egy üdítőt, vagy valamit. De egyelőre szerintem rendeljünk cuccokat még, jó? Termékek. Snackből. Ezek nem tudom egyébként, hogy drága vagy fölfele megy az ára. Termék ára. Ennek most fönn van. Ja, várjunk. Ennek most lent van, tehát azt éri meg venni, aminek lent van, tehát ami zöld. Abból vettünk, nem, ebből nem vettünk. Veszünk ezt. Alkohol, spanyol sörön van. Az 80, az drága. Veszünk ilyet is, jó? Nem, veszünk ilyet, ez jobban tetszik. Cigarettából, na, hát aztán, hogy én mit vettem, aztán spádét talán. Mindegy, veszünk ilyet, jó? Költöm a pénzt, azt nincs is. Lassan kell csinálnom, mert eldobálom. Neked is viszontlátásra. És majd benzint is kell megint rendelni, mert már alig van. Nem is olyan egyszerű ez a gas station business. És már megint szemetelnek. Hihetetlen. De legalább a WC-t még nem cseszték össze, az is valami. Szevasz, jövök, itt vagyok. Ez mi? Cigi? Cigi. Senki nem vesz cigit meg sört, csak cigit, vagy csak sört. Ez hihetetlen egyébként. Ott jön az árus csávó. Úgyhogy mennem kell hátra, hogy fogadjam. Egyébként itt van a lepukkant automosó is, úgyhogy még az is biztos, hogy lesz majd. Na, ja igen, a raktár lesz éppen lefogyott. Jó van. Gyere Pajti, állj be, aztán hozd azt az árut, mert addig legalább még egy-két ilyen zsákot kidobálok, ami rohadtul csak útban van. Itt a putriban. Ezt itt hátul nem kell látniuk, ez még eléggé putris, úgyhogy... Itt fent egyébként nincs valami lóvé, vagy én nem tudom, tehát innen mentem le, és úgy nem lehet valami. Itt is van csomó szemét egyébként, ahogy nézem. Na, pakoljuk ki. Ott az áru. Ennyi, kész? Nem volt sok. Menni kell kirakni a pócokra a termékeket, futás. Lehet, hogy hamar rácsuktam az ajtót? Csáóra. Na, akkor ide... Oké, ki van rakva az összes. Ide rendeltünk. Ide nem rendeltünk, mert az drága volt. Sört, azt viszont biztos, hogy rendeltünk. Oké. Meg cigit! Jó, ennyi.
Most már csak jöjjenek, aztán vigyék el. Mert nekünk akkor lesz bevételünk, hogyha el is viszik azt, amit ide rendeltünk. Na, nice! Thank you. Szerintem itt viszont kéne söprögetni. Aha. Összemászkálták. Oké. Okay. Két chips. Na, kiraktunk mindent, tehát van kétfajta cigi, kétfajta sör, kétfajta rákcsa, ebből meg van egy, kettő, három fajta üdítő, úgyhogy többet nem is nagyon tudok, szerintem. Jön egy kuncsaft. És egyébként 53 liter van már csak, úgyhogy majd valamikor rendelni kell azt is, mert el fog fogyni a benzin. A következő tétel az az lesz, hogy benzint kell rendelni. Úgyhogy szállítás, üzemanyag és... Most már tudok 500 litert? Az egy kicsit sok. De 100 az jó lesz. Nekem mindig csak 200 van, nem tudom, hogy fejlesztéseknél. Benzinkút 3-as. Mert egyébként már most is, mintha több lenne, de... Vagy legalább, mintha azt írta volna, hogy... több üzemanyagot lehet majd tárolni. De hát aztán a fene tudja, lehet, hogy mégse. Ezt is meg kéne nyitni 500-ért, mert... Igen, tudom, hogy alacsony már jön. Ott jön? Ott jön az üzemanyag. És hát műhelyt is kéne venni, tehát igazándiból a lóvé az... Sőt, tényleg van ilyen tartozások... Levél, kezelés, nem, a hitelem. Ja, automatikusan levonja egyébként. Nem is tudom, hogy hol lehet megnézni, hogy hogy állunk a... Hitel. Mondjuk nincsen hitelem, hál' Istennek, mert ugye, hogyha lenne, akkor még az is még jobban elvinni a... Hoho! Jó napot kívánok! Mennyi üzemanyagot szeretne biztos úr? Annyi még pont van. Persze, minden rendben. Egy hülye gyerek szokott itt graffitizni, de néha megdobálom azért szaros zacskókkal, és akkor teljesen jó, úgyhogy elszalad. Jól van. Skill. To pay the bills. Jó van. Na, közben megjött a üzemanyag. Ez jó lenne, de ne... Ja, itt egy zsák, ami tele van szeméttel. Na gyere, hagyjál nekem 100 littyót. Jó? Köszi. Igen, már tudjuk, hogy alacsonyan van, úgyhogy... Vásárló. Sehol. Ide kiállok, hogy gyertek, gyertek hozzátok nekem a pénz, mert egyszerűen nem... Nem jutok egyről a kettőre. Benzin is elviszi a állandó rendelgetés. Polcokat is föl kéne tölteni. Ide is kéne venni, atya úristen, még további polcokat, meg termékeket. Nem is tudom, hogy... Egyébként... ugye snackből... Még mindig ugyanaz... Nem, ez olcsó most. Lehet, hogy ebből kéne majd rendelni. Mert ugye már új nap van, új napírat, még az ugyan nem látszik, mert hajnal van, de... De lassacskán... Beugrott egy... Hogy hívjákért? Sörért. És ennyi. Nincs mit föltakarítani. Hát itt van egy kevés, de ez nem sok. Van vásárló. Egyébként a benzin az, ami a...
úgymond a legtöbbet hozza, tehát igazándiból ugye azokat kéne folyamatosan, mert ilyen 40-et nem hagynak itt a apróságokért, amiket vesznek. Tehát ilyen 3 dollárt hagyott itt. Az igazándiból teljesen szinte nulla, úgyhogy ez, azzal nem megyünk sokra, sajnos. Na mi legyen a következő befektetés? Igazándiból a bolt is ugye akkor lenne menő, hogyha sokkal több helyünk lenne, nem csak 3 parkoló, mert 3 parkolóban nem igazán tudnak sokan beállni. Benzinből még van több mint 100 liter, jól van. Tehát a 3 parkolóban nem nagyon tudnak beállni, max 3-an, de igazándiból az sem túl sok. Na nézzük csak meg, ugye még tudunk pakolni terméket. Alkoholmentesből egyébként van azt hiszem mind a 3 snackből, még ez nincs, úgyhogy ezt berakjuk a kosárba. Alkoholból dobozos sört én rendelek egyébként, mert amúgy sincs készleten, ugye írja, hogy nulla. Dobozos sör az jöhet. És nem tudom, cigarettából legyen még ez szerintem, mert ez így nagyjából most elég jégkrémet, én még mindig nem akarok, úgyhogy ez is 107 dolcsi. Nem kevés. Jó napot, nyugodtan vásároljatok. Ott is most ugye fullon van a parkoló. Tehát nem igazán túl nagy nyereséggel dolgozunk én szerintem, vagy... Oké, 47 dollár. Na nézzük, te mit vettél most már egyébként jóval nagyobb, tehát azért beindult most már a dolog. Na, egy doboz cigi. Két doboz cigi. Na, két doboz cigi. Majd figyelni kell az árus csávót, mindjárt itt van. Most cigit mondjuk pont rendeltem, úgyhogy az jó. De egyébként hát azért van választék, szóval annyi üdítő van, meg mindenféle dolog. Jó, mondjuk rákcsapból lehetne több, az tény. Na, hátrajövő termék, végre 7 darab. Ez egy kicsit nagyobb bevásárlás. Egy üdítő, két üdítő. Egy cigi. Még egy cigi. Még egy üdítő. Meg még egy üdítő. Na, 30 dollár végre. Közben megyünk átvenni az árut, és még ki is pakoljuk majd a polcra. Gyorsban. Jó napot kívánok. Egyébként az az oldal az miért van nyitva? Tehát így... Én azt nem csuktam be. Be se lehet csukni. Szóval ezt kidobjuk, mert ez itt biztos, hogy nem odavaló, meg a pizzás doboz se. Jó, hallom, hallom, itt vagyok, hát. Mindjárt pakoljuk ki a dolgokat, nyugalom. Nem sokat rendeltem, de igazándiból pont elég arra, hogy tele legyen a dolog. És azon gondolkozom, hogy ügyfél van meg, izé, oké. És várjunk, hogyha... Ez csak a hátsó egyébként szerintem, nem? Nem, az első is. Tehát akkor múltkor azért nem volt bezárva, mert a csávó még nem ment ki a kocsival, jó. Mi hogy nem rabolták ki. Na, akkor kérem szépen, jó napot kívánok, mit szeretne? Van 2 terméke, van egy rákcsa, meg még egy rákcsa. Köszönöm szépen, tankolunk egy-egy gyorsban. Pörgés van 1000-rel. Megvan a borra való, és köszönjük. És akkor snacket tudunk kirakni 30 darabot. Jó, ide nem tudunk semmit, mert az fullon van. Rendeltünk dobozos sört, abból 15-öt ki lehet. Tehát most már 3 fajta sör van, azért az elég legyen. Meg cigarettából is van 3 fajta. Tehát van választék bőven, úgyhogy lehet. És persze ideben dobáljátok el a dzsuvát, nehogy kint, üres cigarettás doboz. Ez tele is van. Oké, köszönjük szépen. Lassan majd megint üzemanyagot kell rendelni, viszont most egy picit, mintha beindult volna a lóvé, mert tényleg, mintha a boltban lenne több. 7 termék, úristen! Úristen, úristen! Nagy bevásárolni jött a srác. Sör, üdítő. Még egy sör. Köszönjük. Szőke nénit is kiszolgáljuk. Neki 4 terméke van. Cigaretta.
Cigaretta. Szép, jól van. Na, hát igazándiból szerintem így a mai napra ennyi. Elkezdett végre jönni a pénz, rengeteg kellene még venni polcokat és feltölteni áruval, mert ebből is jön egy csomó pénz, csak ugye nagyon sokat kell vele foglalkozni, meg hát ugye a benzin, még azért őt itt időközben megtankolom, mert hozzon egy kis lóvét nekünk, még ezzel is egy kicsit fölfele tolva a bankszámlánkat, benzin majd megint kell rendelni, úgyhogy hát igazándiból végre most már akkor van WC, meg azért kezdünk haladgatni a dolgokkal. Úgyhogy hát ennyi fért akkor a mai videóba. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Legközelebb innen fogjuk folytatni. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Én Karesz voltam. Legközelebb találkozunk. Addig is szevasztok!